A közös dal ereje. Magyar hangok. Sallai Nóra, Markovics Tamás, Molnár Ilona, Farkasházi Réka, Kovács Nóra, Láng Balázs, Kacsal Ádám, Mezei Kitti, Barát István, Bogdányi Titanilla, Kis Erika, Németh Attila. Megint. Hello, Sasha. Lenyűgözőek. Kösz, igyekszem a legtöbbet kihozni minden egyes laksziból. És ma délután megint lesz egy. Igen, nehéz észben tartani, épp kinek van esküvője. Nos, szerencsére én jól végzem a dolgom, te csak odamész és csodás képeket csinálsz. Rendben. Nashville cucc. Segítek neked rendet vágni ebben. Esküvőtervező vagyok, a szervezés a lételemem. Evelyn megnézte az összes videót a szervezés gyönyöréről, így hát azt akarja, hogy rágjam át magam az összes régi doboz tartalmán. A gitárod? Igen, az egész házat kipakolták. Akkor végre elmegyünk egy Maggie Case koncertre. Ez olyasmi, amivel már felhagytam. Ó, kár érte. Mikor játszottál legutóbb? Nashville óta soha. Mi értelme? Menjünk. Oké. Én kaptam egy hívást a seattle-i rendezvényszervezőktől. Azt kérdezik, elvállalom-e a szervezőosztályuk vezetését? Ha, ez óriási! Az. Szabad már gratulálni? Azt hiszem, mármint mindig is főnök akartam lenni, de mindig azt hittem, hogy itt leszek. Szóltál a tervről Evelynnek? Ahányszor szóba hozom, más témát vett fel. Persze, nehogy félreérts, az elmúlt 3 év az asszisztenseként nagyszerűen telt, de nem az asszisztensi létről álmodom. És ez túl hosszú idő ahhoz, hogy ne az álmodat csiszolgasd. Igen, az. Az fontos. Nashville, Tennessee. Jól van, mi készen állunk a felvételre. Jó hallani, hogy Ashley szeret játszani a ritmusával, és erre hangsúlyt is helyeznénk. Épp így, oké? Szépen szólt, Jake. Üt mindenkinek, jön Ashley. Csak be akartam kukkantani, hogy mi újság. Minden kiváló. Ha véglegesítjük a harmóniákat, kezdhetjük everni. Jó, mert ha nem jön ki a lemez 27-ére, az bekavarna a turnéra. Készen leszek. Hidd el. Imádom az energiádat. Tudod, a menedzserem szerint hiba volt téged megbízni. De szerintem megmutatod, hogy téved. Jó, hogy kockáztattam. Igen, nos, ez szerintem is jó. Oké, akkor most csináljuk meg tökéletesre, és indul a playback. Mát. Awakened by the dawn streets, cool air through my window leaks, smells of morning dew. Jen, ellenőriztem, a járat időben jön. Tudom, hogy ez az egyetlen kom, de lesz időm elérni landolás után. Ígérem, hogy nem késem le. Én is téged. Mi ez? Esküvő előtti para? Csak aggódik, hogy nem érem el a Piedmont szigeti kompot. Úgy tűnik a menetrendje elég zavaros. Hé, szép munka volt. Küld az anyagot, én majd véleményezem. Úgy lesz. Szia. Csá. Still with
Minden rendben, Nagyi? Persze. És mit mondtam arról, hogy a munkában sose nevez Nagyinak? Hogyne, a munkában csak Evelyn vagy. Köszönöm. Közel sem tűnök annyi idősnek, hogy ilyenkor unokám legyen. Mintha nővérem lennél. Egy cseppet sem vagy vicces, és nem kéne átnézned Trisha képeit a kiadványhoz? Épp oda tartok. Be kell fejezned és kiírni a komphoz, hogy ott is le tud fotózni. Rengeteg időm van. Sasha, miért nem viszed el Trishához, hogy ne késsen el? Ó, azt hittem, ma a jövő havi blékesküvő terveit beszéljük át. Már elintéztem. Ó, na jó. Akkor a sofőröd előállt. Szia, Nagyi. Trisha Piedmonti bokrétái. Hát jó. A virágok miatt? Miattam? Mert nem vagyok fotogén? Ó, semmiképp. Maga bárki másnál fotogénem, nekem csak... támadt egy ötletem. Oh. Ne, nyugi. Ettől nem vesznek több virágot. Szeretném, ha maga rendezné el. Épp azt csináltam. Csak hogy tényleg csinálja. Csak kapja el a hangulatot, ne is gondoljon rám meg a gépemre. Hát, jól van. Oké. Igen. Jó. Tökéletes. Pompás. Na. Szia! Szia! Á, ez csodálatos, Trisha. Látja, milyen fotogén. Mikor készítek csokrot az esküvőjére? Az enyémre? Előbb vőlegény kell, csak aztán lehet lakni. Most tudja, a fiam Oscar még szingli, és csak egy komputra van. Ezt jó tudni. Erre jut eszembe, a kikötőbe kell mennünk. Úgy van. Pár napon belül elkészül a kiadványa. Viszlát! Kösz! 3963 igen, és még nő a szám. Ez annyira gyönyörű. Olyan izgatott vagyok. Jen, ez tényleg különleges. Ugye az? És egyébként láttál valaha ennél aranyosabb kompajót? Nem, hogy találtál rá? Megvan a módja. Bájos hely. This is where it all begins. És Robertson esküvő. Megyek és mindenkit ellenőrzök. Ez nem lehet. This is where it all begins. This is where it all begins. Üdv mindenkinek! Hello! Hello! Köszöntöm Önöket a Piedmont-szigeten, ahol egyetlen hétnyi hagyomány egy életre szóló szerelmet hoz. Sasha vagyok, és azért jöttem, hogy ellenőrizzem, minden vendég megjötte a Colby és Robertson lagzira. Hello, Jake Colby. Oh, hello, Jake. Üdv a Piedmont-szigeten. Ha itt tovább mész, Maggie elkészíti az érkezési fotót. Oké. Szia, Jake! Maggie? Maggie? Szia, hogy lehet, hogy... Szia. Szóval ki a szerencsés hölgy? A szerencsés hölgy? Igen, mármint... Oh, oh. Jennifer, a húgom. Ismered a húgom, ugye? Oh. Oh, igen. Én azt hittem... Szóval igen. Jennifer meghívott az esküvőre? Nem. Nem egészen. Úgy tűnik, hogy én vagyok az esküvői fotós. Oh. Azt hittem, hazaköltöztél. Igen, így volt. De az én nagymamám vezeti a rendezvénytermet a szigeten, szóval munkát kaptam tőle. Fényképészként. Nos, ez remek, hiszen ezt mindig is szeretted. Tudod, uh-huh. Te csináltad a képet a Shelby Heathról lemezborítónak. Uh-huh. Amit rüheltél. Nem rüheltem. Akkor sem, amikor a járda nem volt a közepén? Én...
Megtanultam, hogy ez adja a kompozíció váját. Ó, igen, szóval... Jen! Szia! Jaj, annyira jó, hogy látlak. Igen, nekem is az. Szóval, épp te mész férjhez. Oh, igen, nos, miért is ne, ha egyszer megtetszett. Kylie! Szia! Ezért gratuláció jár. Ó, Maggie, ő itt Lindsay, a kedvenc unokahúgom, plusz ő a tanú. Szia. Szia! És ő itt Derek, Kyle tanúja. Mint a soha nem volt kisebb. Hogy dobba! Nagyon jó, hogy összefutottunk. Hát persze, én is nagyon örülök. Tudod mit? Fel kell tennem a kérdést. Mi van ezzel a szupertitkos, tudod? Oh, tudom, tudom. Sajnálom, én csak... Szerettem volna, ha itt vagy az esküvőmön, de féltem, hogy nem jönnél. Azt is lehetett volna, hogy felhívsz és megkérdezed. Nem akartalak stresszelni. Ó, persze, itt sokkal, sokkal kisebb a teher. Figyelem, megjött a szállítóeszközünk, szóval legyenek szívesek követni. Jöjjenek utánam. Ó, nézd! Előre néz. Piedmonti nászjárat. Imádom. Ó, Kyle, ezt nézd meg! Nagyon meg. Gyönyörű! Ó, hello! Nagyon a vőlegény és a mennyasszony! Most felhúzzuk őket a házos! McCreary polgármester, innen a magáé! Köszönöm, Sasha! Na jó! Üdv mindenkinek! Ahogy Sasha mondta, én vagyok a polgármester, de ma csak az önök szerény úti kalahúza. Dőljenek hátra és élvezzék a festői látványt a Piedmont szigeten át. Ez a mi kis óceáni hajlékunk. Az első tudnivaló, a Piedmont sziget valójában egyetlen falucska. Ah, szóval, mi volt ez az egész? Hát igen, azt hiszem, hogy nem mondtam el a teljes Nashville-i történetet. Ez egyértelmű. Jake meg én egy énekduót alkottunk. A Colby és Keith. Hogy mi van? Hihetetlen, hogy ezt sosem említetted. Nos, nem akartam, hogy a lesi fotósok tudják, cirkusz lett volna. Nem hiszem, hogy tudnák, hogy téged itt kell keresni. Oké. A négyes tudnivaló. 1968-ban a sziget védett státuszt kapott, hogy ne háborgassa senki a jövőben. Ó. Miért nem mondtad, hogy megint lesz? Miért? Rácsavarodtál? Mi? Hogy én? Nem, soha, soha... Rácsavarodtál. Csak jó lett volna, hogyha szólsz. Most szólok. Megint is itt lesz. Mi olyan nagy ügy? Biztos barátok voltatok, nem? Nos, mi... jártunk 2 éven át. Mi van? Mi történt? Nem tudom, de hogy egy pár vagyunk és együtt éneklünk, az túl sok volt. Számtalan kérdésem van még. A jobb oldalon a polgármester háza. 11. tudnivaló. A virágos kerte a második legnagyobb magánvirággyűjtemény Washington államban. Hő, van itt virág bőven. És most haladunk át Piedmont falun, melynek házai a legtöbb helyi lakónak adnak szállást. Kösz. Oh. Én most beszélek Evelynnel. Sam, ide teszem. Ah, csináltál jó képeket a múlón? Miért nem mondtad? Megé, az ügyfelem kérte a diszkréciót. Így azt is kapta. Ő nem csak egy ügyfél, Nagyi. Nekem a... Bocsánat, Evelyn. 2 éve nem láttam Jake-et. Jó lett volna, ha van időm felkészülni. És mi változott volna? Esetleg... Nem tudom. Csak jó lett volna, oké? Ha van több időm. Megé, nem kell idegesnek lenned Jake érkezése miatt. Nem vagyok ideges. Mi az? Én nem vagyok az, csak... Kérlek, ne lepj meg így többet. Majd azon leszek. Köszönöm. Ah, a szüleid üdvözletüket küldik Jake-nek. Ó, oh, csúcs, csúcs. Szóval nekik viszont elmondtad. Remek. Ah. A 23. tudnivaló. Köszönöm. A Piedmont falu házaiban van a legtöbb násszal kapcsolatos bolt, az egész Egyesült Államokat nézve. Minden pohárba ugyanannyit töltsenek, kérem, köszönöm.
Minden nagyon elragadó. Itt vannak! Ne feledjék, jövő pénteken el lehet jönni a polgármesterhez. Szóval ugorjanak be és kóstolják meg a világhírű fahéjas kekszemet. Ó, az biztos finom lehet. Jöjjön el pénteken és kóstolja meg. Köszönjük, polgármester. Aki összead minket, az is Mr. McCready. Van kapcsolat? Mit tagadás van? Én vagyok az. Maga a lelki? Uh-huh. Van, amit ön nem csinál meg? Az ablak. A polgármester ad össze. Ez annyira menő. Minden jót. Köszönjük. Szívesen. Piedmont udvarház. Köszönöm. Hozzá tudnék szokni ehhez. Hogyne. Igyátok meg az italokat. Ezt anyuék imádták volna. Büszkék lennének rád. Legalább te itt vagy. Az arab átja. Segítesz, ugye? Okvetlenül. Jennifer és Kyra! Hé, csevegni kéne. Jen, biztos, hogy meginek számtalan tennivalója van. Téged pedig lefoglal a saját lakodalmad. Tudom, de szeretném, ha te is a részese lennél. Ezért választottam a luxus csomagot. Van egy luxus csomagunk? Én hoztam létre, épp Jennifernek. Itt az egész hét programja. Alig várom, hogy csináljuk. Elkezdjük, amint mind elhelyezkedtetek. Megi vár benneteket a kinti gyepen. Egy közös fotóra. Éljen! Ez annyira nagy mulatság lesz. Szuper! Ígyunk arra, hogy a régi barátok összejönnek. Egy 5 oldalas programfüzet. Nem azt mondtuk, hogy nincs több meglepetés? Dupla sor közel van. Ez nem olyan sok. De ez rengeteg, mármint egy része adja magát. Tortakóstoló, természetjárás, ez oké, de régiség vásár, tényleg? Biztos minden mennyasszony álma, hogy szelfizzen egy 19. századi Viktrolával. Ez remek ötlet. Mert ha szelfiznek, neked már nem is kell fizetnem. Jól van, értek a szóból. Ebben biztos voltam. Mulas Jul! Ez rengeteg esemény. Jake, nem kell itt lenned, ma csak Jennifert és Kyle-t fotózom. Igen, tudom. Evelyn mondta, hogy tegyem magam hasznossá, szóval... Köszönöm. Úgy tűnik, ha lagzi van a szigeten, mindenki részt vesz rajta. Én ráéreztem a hozzáállásra, amikor a polgármester nekem reklámozta a kekszét. Az is a program része. Igazából mindenkit meghívnak. Igen, persze. Tudom, hogy ő nem... Személyesen engem hívott. Sajnálom, hogy ez rajta csattant. Nos, mit tehetünk? Jól vagy? Igen, igen, jól. És veled mi van? Úgy értem, ez a sziget eléggé nyugis hely. Én ki tudok engedni? Mi van? Ki tudok? Az emberek meg tudnak változni. Van, amikor képes vagyok spontán cselekedni. Engedje meg, hogy segítsek. Látod, spontán vagyok. Akkor megfognád a pad túlsó végét, léci? A túlsó végét? Tudod, igen, tényleg azt kösz. Hiszem, hogy egy kicsit... Jó, csak fogom. Szóval ez a... Szóval mi a... Én csak azt akartam kérdezni, mit csinálsz? Ó, igen. A KNG Recordsnál vagyok. Igazából ez egy nagyon fontos hét. Most lett kész az első lemezem. Tűha! Igen. Igen. Jó visszamenni a stúdióba. Akkor eredeti dalokat énekelsz, vagy... Nem, nem, nem. Nem énekes vagyok, csak producer.
Ismerős neked Ashley Z? A mezitláb az esőben előadója? Ő bizony. Én nem csinálom az új lemezét. Várj, ne szórakozz, ez nagy dolog. Hogy tudtad? Hallotta a remixemet a Wichita Limerről, és imádta, és azt mondta a cégnek, hogy engem akar producernek, szóval így történt. Gratulálok. Köszönöm. De ennyit rólam. Veled mi van? Milyen itt az élet a szigeten? Ó, az nagyon jó. Leülnél? Szeretném beállítani a fókuszt. Még énekelsz? Nem igazán. Csúszta egy kicsit balra. Énekelned kéne a lagzikon, amiket itt akarnak tartani. Majd észben tartom. Milyen tökéletes hely! Csodálatosan néztek ki. Tudom, ki tud öltözni. Nem is kétséges. Akkor most üljetek le, csinálunk itt pár fényképet, és úgy gondoltam, hogy utána lemegyünk a barlanghoz. Klassz, klassz! Mi az? Megnéztem a keretét, jól fest. Bár kicsit belezoomolnék. Még nem állítottam be a képet, Jake. Oké. Oké. Odaengednél, hogy végezzem a munkámat? Te vagy a fényképész? Pontosan. Kösz. Tehát, széles mosolyt kérek. Jennifer, mesélj az első randitokról. Megi. Az Kanklinban volt. Honnan tudhatnám? Hisz te is ott voltál, emlékszel? Igen, elmentünk, hogy ott legyünk a koncerten. Ó, igen. Igen, a Kanklinban. Ne haragudjatok, de elfelejtettem. Akinek emlékezetesnek kell találnia, az hozzám jön, szóval. Ó! Nincs gond. Tudod mit? Na jó, széles mosolyt kérek. Gyönyörű. Némi reggeli, némi ebéd kávézó. Mennyi ennek az esélye? Nos, ez az egyetlen kávézó a szigeten, szóval... Így. Látom, van egy cappuccinod, én is rendeltem egyet. Úgy hallom, a szigeten itt a legjobb. És egyedül itt van, a szigeten. Az Ashley. Csak SMS-t küld, úgy tűnik karmikusan így a legtisztább kommunikálni. Uh-huh. Ezek a tegnapi képeid? Uh-huh. Láthatom. Igazából át kell ugranom a fodrászatba, hogy fotózzak Jennifer hajszobrászatán. Szóval... A luxus csomag. Igen. Igen. Muszáj koffeint kapnom, kész vagyok. Olyan csönd és sötét volt, hogy nem tudtam aludni. Igen, kell egy perc, hogy ezt megszokd. És közben folyton a lemez miatt aggódom. Mi a baj? Az, hogy a hangmérnök nem küldte még át az anyagot, pedig régit kéne lennie, hogy véleményezni tudjam. Mindig nagyon gyorsan megoldottad. Na, tudom, de hogyha ez csúszik, akkor a keverés is csúszik, és csúszik a megjelenés, és ez túl nagy dobás nekem ahhoz, hogy elbaltázzam, érted? És ez az időzítése úgy... Igazad volt, hogy nyugis ez a hely, mármint ez a cappuccino már vagy 15 perce készül. Nos, nem sürgetheted a sziget legjobb cappuccinóját, igaz? Nem hiszem. Köszönöm. Mulass jól. Vagy próbáld meg. Végül is ez a hugod lagzia. Na jó, ezt a fotót törölheted. Azt is le kell kapnom, hogy milyen volt előtte. És ha ilyen lesz utána? Ez remekül fog mutatni. Valójában Jake volt az, aki a frizurát kiválasztotta. Igazán? Mostanában ilyen segítőkész?
Oké, na mi a titok? Megint mindig nyitott könyv, de tegnap még nem is tudtam a Kolbé és Kész létezéséről. Ó, mindent elmondok, amit tudni akarsz. Én itt se vagyok, a gép magától dolgozik. Szóval, hogy kezdtek együtt énekelni? Jake volt a házigazda egy kis Nashville-i klubban, amit úgy hívta... Hogy sasfészek kávézó. Igen, Maggie meg ott fényképezett. És végül Jake mellett költött ki. És biztos elkezdett dúdolni, vagy ilyesmi, mert Jake azt mondta, milyen remek a hangod, te énekes vagy? Ó, romantikus. Nos, azt mondta nem. Te kis füllentő. Azt mondtam, hogy ma este nem. Új voltam azon a környéken, én sose léptem még fel annyi ember előtt. Szóval, még csacsogtak egy ideig, majd Jake felment a gitárjával, és bejelentette, hogy Maggie a következő fellépő. Ah, még romantikusabb. Egy csöppet sem volt romantikus, ledermedtem. És? És tudtam, hogy nem hagy békén, amíg nem énekelek, szóval a színpadra mentem. Megkérdezte, melyik dalt tudja, és azt mondta mindegyiket. Ó, oh, maga biztos. Vagy beképzelt. Csak ha nem tudta azt, amit választottál. Mindenki tudja a country roadsot. Azt imádom. A dal felénél Jake is beszállt a vokálba, és aztán úgy helyezkedett, hogy mindketten egy mikrofonba énekeltek. Ó, ez egy klasszikus mozdulat. Szia, Jake. Hello, van valami? Nincs, semmi. Ha-ho, milyen a sziget? Az jó, a hely még nem jött meg a kevert anyag. Szia, Jake, itt Ashley. Sajnálom, az én hibám. Írtam pár jegyzetet Kevinnek. Ó, oh, oké. Okay. Már átküldtem. Oké, okay, remek. Nézd, nem lehetne, hogy addig nem változtatunk, amíg nem hallom a számokat. Ó, mindenképpen. Ó, jó, most jöttek át, kösz. Csá, Jake. Hátralévő idő körülbelül 4 óra. Most komolyan. Rendben. Teddy Mackó. Teddy Mackós Jambori. Teddy Mackós Eskrőjúri. Oh, nem. Medve. Gyűrűhordó. Gyűrűhordozó. Igen. Jól van. Gyerünk. Jól van, ezt figyelj. Figyelj, összpontosíts. Jól van, szép munka, hölgyeim. Mindig koszorús lány, sose arra. Oké, okay, ez lehetetlen, húzok egy másikat. Ne, nem lehet. Miért nem? Mert ez a szabály. Mikor engedte a Kolbi család, hogy másikat válasz? Soha. Emlékszel? Egyszer játszottam veletek, azt a mondást kaptam, hogy nem mind arany, ami fénylik. Emlékszem rá? Igen, és egy percig csak kis pöttyöket rajzoltam a lapra. De kitaláltam, igaz? Kiám. Ez minket támaszt alá, nincs másik. Oké, okay, oké, okay, legyen. Semmi gond, Jake, megoldott. Mehet? Oké, okay, megy. Ez egy ruha. Igen, az a ruha. Igen, ez ruha. Vagy... Igen, ez egy csokor, egy csokor, egy csokor, a koszorús lány. Igen, persze, így van, oké. Koszorús. Mindig koszorús lány, de sose arra. Te zseni vagy. Ez az tesó. Hát ez úgy volt. Szuper, 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 gyerünk. Ez jó volt. Jössz vacsorázni? Persze, csak fel kell mennem a szobámba, hát ha lejöttek már a mixek. Oké, ne dolgozz sokat. Nem fogok, mindjárt megyek. Valószínűleg nem töltötte le őket. Egy ősrégi rendszer van a szigeten. Ha gyorsabban akarod letölteni, van egy internetkávézó a túloldali kikötőben. Holnap átmehetsz kompal. Holnap? Hogy tudsz itt megmaradni? Nincs rá szükség, hogy állandóan oda meg visszahajókázzunk. Még ma meg kell hallgatnom az anyagot. De csak akkor jön le, ha lejön. Hogy csinálod? Mit is? Hogy maradsz mindig ilyen nyugodt? Úgyhogy nem iszom dupla kapucsinókat. Nem, tényleg, mikor együtt játszottunk, akkor sem húztad fel magad semmiért. Te megtetted mindkettőnk helyett. Maggie. Nézd, tudom, hogy aggódsz, de az a helyzet, hogy nincs értelme azért stresszelni, ami fölött nincs hatalmad. Próbálj a jelenben lenni. Bár ilyen egyszerű lenne, de sok a vesztenivaló, ennek a lemeznek ütnie kell. Igen, ezt a mondatot hallottam már. Tudod, az nem mindig rossz, ha te akarsz lenni a legjobb. Úgy van. De az se, ha közben örömet lesz benne. Akkor holnap. Oh.
már hivatalos a párizsi olimpiában kezdjük a turnét. Sasa, hadd segítsek vinni. Kösz. A vendégek csütörtökön jönnek, szóval veszek pár kimaradt ételt a köszöntő csomagokhoz. És lebeszéltem Julióval a mai szalsza órát. Jake imádni fogja, egyetemistaként járt órákra, és most profinak hiszi magát. Amúgy mit érzel vele kapcsolatban? Biztos fura lehet újra látni. Úgy érzem, többet láttam ezen a héten, mint a két évben, mikor jártunk. Biztos, hogy ez más érzés. Talán jó értelemben lett más. Most nagyon sokat segít Jennifernek. Veled mi van, Miuság? Nos, megjött a hivatalos felkérés a rendezvényszervezőtől, de hétfőig el kell döntenem. Nos, ez csúcs! El fogod vállalni? Nem tudom, mit tegyek. Én beszélnék Evelynnel, de úgy érzem, mintha nem lenne elégedett a munkámmal. Mi? Dehogy? Elintéztem egy-egy számos csipogót a vendégeknek, hogy azt hívják fel, ha netán gond adódna. Tudod, hogy ne a mennyasszony zaklassák. Fantasztikus ötlet. Én is így gondoltam, de ahányszor szóba hozom Evelyn előtt, hogy ezt minden esküvőn alkalmazni kéne, mindig annyit mond, majd később megbeszéljük. Csak ne add fel, beszélj vele. Ez tényleg nagyon jó, hogy volt. Gyere, jól. Csatlakozhatok? Persze. Ez valóban csodás cappuccino. Kérnem kell még egyet. Boldogabbnak tűnsz. Az vagyok. Tegnap lejöttek a mixek. A hangzásuk remek. Hadd gratuláljak. Köszi, ez izgalmas. És most derült ki, hogy a stúdió engem küld ki turné felügyelőnek. Te jó Isten, ez hihetetlen. És talált ki, hogy hol indítják. Na jó, akkor elmondom. Az olimpiában. Párizsban. Várj, mi van? Tényleg? Ez nagyszerű helyszíne. Nem tudom elhinni, hogy ott fogsz játszani. Nos, igazából nem játszom ott, tudod, csak azért küldenek, hogy felügyeljem. Jake, nem kell ez ügyben szerénykedned. Te vagy a producer, ez nagyon nagy dolog. Okod van rá, hogy izgatott legyél. Tudom, csak hogy mi beszélgettünk arról, hogy ott játszik a Colby és kész. Nem akarom, hogy azt gondold rólam. Nem, Jake, én örülök neked. Őszintén. Kösz, Megi. Te mindenben támogattál, ez sokat jelent. Mert rászolgáltál. Tehetséges vagy. Ahogy te is. Jobb lenne, ha elindulnék. Nem maradhatsz még? Nekem erre most nincs időm. De... még biztos találkozunk. Már alig várom. Forgást kérek! Bueno, önök igen gyorsan tanulnak. Most csináljuk újra, de szenvedéllyel. Forduljanak a partnerükhöz. Ezer bocs, hogy késtem, sajnálom. Lement az óra. Nos, én végigjártam egy szalszaképzést az egyetemen, szóval ez menni fog. Helyes. Akkor maga lesz elől. Jó van. Hiányzik egy táncpartner. Megi, te leszel Jake társa. Nekem fotóznom kell, ez a luxus csomag, emlékszel? Nem bánom, ha nem lesznek képek. Nem? Az is lehet, hogy én csak nézem. Nem. Nem mehetnek veszendőbe a táncóráit, gyerünk. Ezt direkt csináltad. Öt, hat, hét, nyolc. A szalszában a négy és a nyolc szünet. Ezt tudom, Jake. Oké. Egy, két, hár, szün, öt, hat, hét, szün, egy, két, hár, szün, öt, hat, hét, szün. Én csak segíteni próbálom. Nem, dehogy. Talán, ha lazábban tartanád a kezem. A kezemmel nincs semmi baj. Hát először is. Túl távol vagytok egymástól. Itt fontos a szikra. Ó,
szóval ne tartsam lazán a kezemet. Értem. Köszönöm. Még egy próba. Várjon. Hunja be a szemét, és csak hallgassa a zenét. 5, 6, 7 és 8. Lép, lép, fog. Lép, lép, fog. Lép, lép, fog. Lép, lép, fog. Wow! Sokkal jobban ropják, ha nem néznek egymásra. Hölgyeim és uraim, így kell szenvedéllyel táncolni. Ó, hello, Maggie! Ha Evelyn keresed, már elment, hogy segítsen az esti sütésben. Csak bemennék az irodába, hogy letegyem az anyagot Trisha füzetéhez. Ah. Tessék, hadd segítsek abban. Ó, köszi. Szívesen. Szóval, hallom, hogy Jake meg te tegnap nagyon hasítottatok a szalsza órán. Ah, inkább olyan volt, mintha harc közben forogtunk volna. Ő képtelen fékezni magát, elszabadul. Ah, mint mikor együtt énekeltünk. Szóval, Jake-et és engem fellépésre kért egy lemezproducer, és Jake mindenre rögeszmésen rákattant, a szövegre, a harmóniákra, és habár milliószor adtuk már elő azt a számot, állandóan változtatott, az utolsó percben. Szóval, amikor kiálltunk oda, én csak... az úgy nem ment. Mondanom se kell. A cég nem kínált szerződést, és a producert sem érdekeltük többet. Mert mi annyira másképp álltunk hozzá az egész zeneiparhoz. Nem akartad egyedül megpróbálni? Miután ezt végig szenvedtem, nem. Ez csak túl nehéz volt. Én annyira imádok énekelni. Nem akartam, hogy ezt beárnyékolja a csalódás. Szóval azóta ez csak hobbi. És az is hagyomány, hogy mondunk pár kedves szót a házasulandókról. Gyerekként Kyle, mintha a bátyám lett volna. Ő tanított meg engem kosarazni, biciklizni, arra is, hogy beszéljek a lányokkal. És bár ki akartam használni az alkalmat, hogy kínos sztorikat meséljek róla, hát... csak azt mondom, hogy örülök, tesó. Jó csajt találtál. Jennifer felhívott, miután először randizott Kyle-lal, és azt mondta, azt hiszem, megvan az igazi, és amikor megismertem, tudtam, hogy igaza van. Szóval ígyunk a nagyszerű párra. És a tökéletes estre ezen a csodás szigeten. Szeretünk. Szeretünk. Köszönöm. Tudod, mi lenne mennyei? Ha Jake és Maggie dalolnának. Igen. Ó, nem, Jen, ez nem jó ötlet. Miért nem? Hát azért, mert nincs nálam a gitárom. Evelyn mondta, hogy hozzam el, és itt van velem. Mit gondolsz? Én azt, hogy inkább nem. Ó, kérlek. A régi időkért. Ó, Jake talán egyedül is énekelhetne. Nos, nem engem kért rá, hanem minket. Léci. Mi? Olyan izgatott vagyok. Nem már. Na jó, lássuk csak. Várj, mit művelsz? Egy kicsikét hamis, mi? Nos, csak ez... játszani akartam. Nem, a gitár az enyém. Én játszom. Oké. Okay. Mondjuk a... For the Road? Inkább a Failures. Jó. Én egyik dalt se ismerem. Ó, mert mi írtuk őket? Saját dalokat írtak? Feel the earth under your shoes. Feel the earth as it moves. Alive. So I'm me and you.
closer. Don't take too long. Operate the rhythm. Move it along. I know you will. I know you will. 'Cause it's too strong. Van egy ötletem. Bravo. Tudom, hogy az Everything-et választottuk ki az első táncra, de Jake-nek és Maggie-nek van egy gyönyörű dala. A címe I Belong in Your Arms. Mi lenne, ha cserélnénk? Mit gondolsz? Nagyszerű. Jenne, léci. De ki fogja fényképezni a táncot, ha én játszom? Elvállalom. Jake, szerintem nem jó ötlet. Ez csak egy dal. Igen, de az egy dallal egyszer befűröttünk. Igen, mindenben neked van igazad. Köszönöm. Kivéve, hogy ez a húgom lakzia. És tudom, hogy ha éneklünk, az boldoggá teszi. De persze, nyilván nem erőltetem. Oké, oké. Köszönöm, nincs mit. Hey. Köszönöm. Semmi nem változott. Semmi sem. Ígérem. Jó reggelt, Nagyi. Sehol egy lélek. Jó reggel. Jók voltatok tegnap Jake-kel. Igen, valójában jól esett. Nem kellene turnéra menni? Nem. Ez csak egy egyszeri alkalom. Én már nem csinálom ezt. Talán nem. De talán ezt kéne. Jaj, Maggie, te mindig csodásan énekeltél. És az a dal. Az kiváló dal. Sose felejtem, hogy milyen nagyszerű dalszerző vagy. Kösz. De ideje túljutni rajta. Nem biztos, hogy ezen túl lehet jutni. Csak gondold végig. Nashville-i cuccok. Az első fellépés Colby és Kézként, és az első csók Jake és Maggie-ként. Two parts together, always be alive. Let's never divide. And get better with time. Ez jó ment. Igen, csodálatos. Milyen örömteli, ha nem áll mögötte se producer, se pedig lemezcég. Neved zokon. Nagy dolog, hogy Ashley-vel dolgozhat. Ma reggel meghallgattam a végleges keverést, és ráeszméltem, hogy kire emlékeztet Ashley hangja. Rád. És ha kíváncsi vagy... Emlékeztess rá, hogy miért nem énekelsz. Mert sok munkát ad a fényképezés. Na jó, és veled mi van? Ó, én megpróbálkoztam a szóló karrierre, de
Sose voltam olyan jó, mint amilyenek együtt voltunk. Oh. Ashley egyre csak küldi az SMS-eit, nincs megállás, és nekem meg kell néznem, hogy nincs-e valami baj. Mégse adják ki. Az új lemezét? Igen. Oda az egyik számjoga. Várja, azt hittem, ő írja a dalait. Oké, Jake, keres neki egy másik dalt. Nem megy. Ez a szám volt az az alap, amire a lemez épült. Nem dobhatok be egy másikat. Sejtettem volna előre. Jake, kizárt, hogy tudhattad volna. Nem tudtam, mikor a dalszerző figyelte, hogy mit csinálok, és most hirtelen ő akarja kiadatni. Hát... nem tudom. Jake, nagyon sajnálom én. Tudom, mennyit gűriztél ezért. Mennem kell. Meg kell próbálnom elérni, sajnálom. Jó, oké. Jól van, hölgyeim, csirió! Tökéletes. Milyen gyönyörű. Hűha, esküvői pedikűr pesgőzéssel. Így kell elkezdeni egy napot. Már csak két nap van. Felkészültél? Hihetetlen, hogy már a nyakunkon van, gyorsan eltelt. Kár is tagadni. Jake nélkül tényleg nem lettem volna képes ezt végigcsinálni. Annyira rendes volt. Igen, látszik, hogy a gondodat viseli. Főleg, ha belevesszük, hogy miken kell keresztül mennie. Nem fér a fejembe. Mármint milliónyi dalszerző lehet, aki tud dalt írni. Ashley viszont csak kevesekben bízik. Vagy tucatszor beszélt Jake-kel, mielőtt megbízta. Remekül festenek, hölgyeim! Ma egy csomó mulatság lesz a faluban, szóval ha megitták az italaikat, a kocsi már várja önöket. Igyunk a virágillatra és a tortaevésre. Csirió! Csirió! Ezek az én esküvői rózsáim. Mindegyik. És ez pedig pluszban a ház ajándéka. Hogy nézek ki? Ez a pisztácia annyira fincsi. Szia! Evelyn most küldött át a kiváló torta figurákkal. De gyönyörűek. Annyi munkát sóz rám, hogy akár fel is vehetne. De csak tortában tudunk fizetni. Rendben. Nézzük ezt. Pisztáciás. És? Te utálod a pisztáciát. Csak utáltam a pisztáciát. És most hirtelen kedveled? Persze, az elmúlt években sokat komolyodtam. Igen, érett lettél, így igaz, igen. Ja. Már csak itt kell aláírniuk, és ezzel már hivatalos. Ez káprázatos. Törvénybe kéne foglalni, hogy anyakönyvet csak is lugasban lehet írni. Ma fel vagy dobódva. Visszaszerezted a daljogait? Felhívtam a szerzőt, hogy milyen fontos az a szám a lemeznek, de már eldöntötte. Ő maga fogja felvenni. Akkor miért vagy boldog? Megfogadtam egy nagyszerű ember tanácsát. Valóban? Nem akarok küzdeni. Mindent megtettem, de ahogy mondani szoktad, van, amit nem tudunk irányítani. De azt igen, hogy mennyire mulatok jól a kis húgommal, hogy ez különleges legyen neki, és csak ez a fontos. Nézd csak meg, milyen boldogok. Csak ezért jó küzdeni. Amiért küzdünk. Jöjjön, édes hölgye, jöjjön csak. Bátran. Jaj, de golyó vagy. Jaj, ne mondd ezt. Mindenki rejön. Igen, kétszeres lélekszám. Köszönjük, uram. Jól lett. Közös fotót? Ne. Megis, szeretném, ha te is rajta lennél. Nem. Ne már.
Oké, rendben. Szia, Maggie! Nem tudsz aludni? Ma beszélni fogok Evelynnel az ajánlatomról, szóval a kedvenc kávéját viszem neki. Ügyes! Sasha, te nagyon jó vagy abban, amit csinálsz. Csak mondd el, mit akarsz. Jól tudja, hogy mennyire értékes vagy. Kösz, Maggie! Kívánj sok szerencsét! Sok szerencsét! Szia, Evelyn! Egy fontos dolgot kéne megbeszélnünk, ami az... Jó reggelt, jó reggelt, Evelyn! Rám szánnál most egy percet! Köszönöm! Szóval én közel 3 éve vagyok az alkalmazottad, és én imádom. Ezt fel kell vennem. Halló, Trisha? Bajban vagyunk. Remek lenne, ha elhoznád Jennifert és Kyle-t a szertartásra. A többit majd megbeszéljük. Oké. Mennyire nagy a baj? Kiváló, és most Jake és Jennifer. Várjunk, szóval ez itt a pavilon? Mert ezek csupán ágak. Nem, holnapra már virágok borítják. A sok virág. Csak szeretném, hogyha minden hibátlan lenne. Nyugi, nem lesz gond. Felnőtt lett a kis sugom. Ezt meg kell néznem. Persze, nézd meg. Kérem, Isteni. Figyeljenek. Sajnálom, mindenki menjen vissza a házba. Kérem, beszélnem kell Kyle-al és Jenniferrel. Oké. Mi a baj, Nagyi? Trishánál a hűtő elromlott éjszaka, és sok virágot elvesztettünk. Persze, az ara és a koszorús lányok csokra, az még megvan. Értem. De a többi virágnak... Nagyon sajnálom. Nem lesz semmi baj. Bocsánat. Jen! Biztos van megoldás. Nézd körül, mindenhol virágok nőnek. Mi van, hogyha leszedjük? Még számos esküvőt rendeznek itt a nyáron. Ne tegyük tönkre a kertet. Mi van a komppal? Kimegyünk a partra, és ott felvásároljuk az összes virágot. Péntek van. A komp már elment, és a kikötőben horgonyzik. Ma van péntek. Igen. Péntek van. Péntek van. Gyere. És csak a feleségem meg én tudjuk, mi kell hozzá. Az csodás. Akkor kezdtem el sütni, amikor 25 éve polgármester lettem. És azóta sem akadt kihívó. Uram. Uram? Ha valaki azt mondja, hogy uram, akkor szívességet kér. Vagy egy ételreceptet. Nem, biztos, hogy ön nem fedne fel egy ilyen kormányzati szintű titkot, szóval... Szóval mit szeretem? Hihetetlen, hogy bevált. Most viccelsz? Bevetetted a Colby mosolyt. Te pedig kész vonzereit. Tudod, szerintem klassz, amit Jenniferért teszel. Nos, ami fontos, azért küzdeni kell. Hogy ez különleges legyen. Alig várom, hogy lássam az arcát, ha ezt meglátja. Hé, kösz a segítséget. És örülök, hogy nem kaptad fel a vizet, amikor... meglepett ezzel. Mind a kettőnket meglepett. Először zabos lettem, de... már nem vagyok. Ha előre tudod, elvállaltad volna ezt a munkát? Nem tudom. De nem bántam meg.
Hát én sem. Hiszen jó tudni, hogy annak dacára, ami történt, még barátok vagyunk, igaz? Meghoztuk a virágot! Lenyűgöző! Mi fáradtlan páros vagytok! Elmondom Jennek a jó hírt. Oké. Alig tudom elhinni, hogy a virág a polgármester kertjéből való. Nem csak nekem jár érte köszönet. Maggie belement, hogy lefotózza McCready-t. Biztos, hogy ez volt a kulcspont. Jó újra találkozni vele. Igaz. Igen. Hadd mondjam meg, hogy mikor együtt daloltatok, az olyan volt, mint régen. Igen, szép volt. Ezzel talán valami elkezdődik. Úgy érted, újra kezdődik? Most, hogy nem mész 9 hónapos európai turnéra. Nem tudom, úgy tűnik meg, hogy jól érzi magát. Igazad van, remekül. Főleg az utóbbi 1-2 napban. Ha, na jó, a kérdés az, hogy neked milyen volt az utóbbi 1-2 nap, ha? Felkészültél? Ha? Nem is lehetnék boldogabb. Ja. Szeretném, ha te is az lennél. Nem, a munkával nem lesz semmi gond, ne aggódj miattam. Én nem a munkáról beszélek. Sokkal inkább Maggie-ről. Tudom, hogy bánod, ahogy kettőtök közt véget ért a dolog. Talán itt az alkalom, hogy mindent helyrehoz. Nem hiszem, hogy úgy tekint rám, mint akkor. De te most is úgy tekintesz rá? Na, lebuktam, igaz? Szia! Szia! Klassz kis kütyüd van. Ó, kösz. És kösz, hogy eljöttél. Persze, mi az? Oké, most kezded rám hozni a frászt. Nem, csak Ashley lemezé járt az eszem. Jennifer mondta, hogy csak kevés emberben bízik meg, de mi lenne, ha te írnál neki dalt? Nos, az... nem megy csettintésre. És ha megvan írva? Elővettem az egyik dalunkat, a Footsteps-et. Az egy jó szám, Maggie, de nem hiszem, hogy illik a lemezre. Igen, tudom. Más lett a dallam, és új lett a szöveg. Most az a címe, amiért küzdeni kell. Hihetetlen, hogy ezt tetted. Nos, tudom, mennyire fontos neked ez a lemez. Amikor hallottad a mixet, azt mondtad, minden remek, ezért csak segíteni szeretnék. Ez egy kiváló szöveg. Tényleg? Igen. Mármint még meg kell beszélnem Ashley-vel, de tudom, hogy nagy eséllyel imádni fogja. Helyes, közben fel is vettem, gondoltam, de... jól jönne egy demo. Rajta van, ha elküldenéd Ashley-nek. Vagy nem, mindegy, amit szeretnél. Szórakozol, hiszen egy próbát megér, igaz? Csak azt mondom, hogy nem kötelező. Én örömet leltem a megírásában. Szuper volt megint zenét írni. Köszönöm. Na jó, most már jobb, ha megyek. Előkészülök a próbavacsorára. Jó, menj csak, elengedlek. Én pedig meghallgattam ezt is, aztán tovább küldöm Ashley-nek. Maggie, ez igazán... köszönöm. Szívesen. Thank you.
Ez a hely állandóan meglep. Jack, nézd meg a képeket. Megadom képeket. Köszönjük. A háttérben a víz. Ez a luxus csomag, nem semmi. Ez nem része a luxus csomagnak. Én csak úgy véltem, hogy ez örömet okozna Jennifernek. Hogy szakítottál erre időt? Tudod, ha valami fontos, dolgozol érte. Igen? Hogy neki különleges legyen. Nos, ez különleges. Ne kezdjek hozzá. Majd inkább én. Üdv mindenkinek. Ez Jennifer és Kyle utolsó estéje, mielőtt megkezdik útjukat a házasságba. Minden pár, aki itt kell egybe, felírja a nevét egy kagylóra. A Lagzi előtti estén. Szóval, Jennifer és Kyle, kérem, gyertek és írjátok alá a kagylót. Nos, most menjünk be mindannyian, és kezdődjék a mulatság. Ezt beviszem. Jó. Tehát, a következő kérdés. Ki tudja a 97-es kupagyőztes Chicago Bulls kezdőjátékosainak a nevét? Tényleg? Mersz ellenem fogadni? Ők Kyle-ra voksolnak. Jennifer Kyle, szóval? Halljuk. Pippen, Rodman, Longley, Harper, Jordan. Wow, mi van, srácok? Hajrá! Állati, kár értjük. Oké, következő kérdés. Ki tudja előadni fejből az egész NSYNC videót? A Bye Bye-t. Oké. Ki lesz az? Sasha, miért nem te vagy a házigazda? Evelyn így intézi. Sasha. Én csak elvállalom a felkínált állást. Jó lesz, jó lesz. A munka tényleg nagyszerű. Csak ez. Evelyn sose hagyná, hogy átvegyem tőle az üzletet. Lehet, hogy rosszul olvasol a jelekből. Szerintem a nagyi inkább a visszavonulást fogadja nehezen, nem a személyedet. Nem mondom, hogy homokba dugja a fejét, de az unokájától elvárja, hogy Evelynnek hívja. Komolyan. Próbálj vele beszélni. Jól van. Jól van, az utolsó kérdés. Kinek tart tovább, hogy elkészüljön, ha kiruccannak? Aludd ki magad rendesen. Jó. Holnap lesz a nagy nap. Szia. Szia. Nincs kedved sétálni? De, hogy ne lenne. Menjünk. Nézd ezt a helyet. Na hát. Ez a kis tó volt a titkos rejtekhelyem, amikor a családom itt nyaralt kiskoromban. Ez tényleg gyönyörű. Menjünk. Igen, órákat töltöttem itt. Igazából itt írtam az első dalomat. Tényleg? Sosem mondtad? Valahogy a lebegés az írásra késztet. Hát ez nyugodt és békés. Félsz a holnap miatt? Nem. Nem én megyek férjhez. Az éneklésre gondoltam. Azt hittem, az leszek, de izgatott vagyok. Én is alig várom.
Én is. Én... voltak olyan idők, mikor kibírhatatlan voltam, mikor együtt énekeltünk. Én nagyon sajnálom. Nem csak te. Sajnálom, hogy úgy mentem el, ahogy én csak... megijedtem. Nos, ez már a múlté. Már más emberek vagyunk. Én sokat fejlődtem azóta. Igen, én is. Igen, azt látom. Ó, bocs, pont a szemedbe ment. Nem, az én az ő. Megi! Jól vagyok. Ne. Öltözz át, és találkozzunk a házban. Megjavítom. A mobil telós piláf a kedvencem. Egy pitbon cigeti ajánlat. Na jó, add a mobilodat. Ez igazából nem segít, ugye? Engem nem hagyott cserben. Oltári. Hey, kösz, hogy megmutattad a titkos búvóhelyet. Szívesen. Akkor is, ha a jéghideg vízbe bucskáztunk. Igen. Amiért ezer bocsú. Jó újra együtt lenni. Veled is. Talán többször is összejöhetnénk. Jó lenne. Ha Ashleynek bejön a dal, és sor kerül a turnéra, meddig leszel távol? Úgy egy évig. De persze mi nem tudjuk, hogy mi lesz. Jobb, hogyha a jelenben maradunk. Jobb, ha mész aludni. Holnap a mennyasszonyt kell oltár elé kísérned. Így van. Tessék, holnap találkozunk. Jó, holnap találkozunk. Oké. You make me wanna say I do, yeah, I do, 'cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. Na és a gyűrűk? Itt vannak, ne izgulj! Make me wanna say I do. Tell me, is it only me? Do you feel the same? You can trust them, never felt it like I feel it now. Baby, there's nothing we can't get through. So can we say I do? Amiért küzdeni kell. Mehetsz szép lassan. Mostantól férj és feleség vagytok. Csókoljátok meg egymást. Köszönöm.
Szerintünk ma gyönyörű vagy. Köszönöm, lányok. Milyen gyönyörű. Mutasd. Tetszik? Ó, oh, lehet egy kicsit jobb. Hogy mi? Viccek, nem, passzul csinálod. Milyen érzés, mintha lebegnék. Csodás szertartás volt. Jó, de most már induljon a banzáj. Á, nem, előbb szeretnénk pár beállított fényképet. Mi a baj? A memóriakártyával van egy kis gond. Hogy mi? Nem, a korábbi képekkel nincs gond, csak ez a kártya... Oh, jól van. Bemegyek az irodába, kimásolom a fotókat, csak 15 perc és kész. Amíg ő ezen ügyködik, én hozok neked valamit az én szobámból, szóval azonnal jövök. Mi itt leszünk. Okay. Felmegyek megnézni, hogy nincs-e valami bökkenő. Imádom az új dalt, azonnal hív fel. Csak azt kell tennie, amit mondtam. Jenny Jen, gratulálok. Jake, te így is annyit tettél. Jó. Mi a baj? Most beszéltem Ashleyvel, és neki tetszett a dal. Mi? Ez fantasztikus. Tudom, tudom. Csak az a hátránya, hogy a szoros menetrend miatt fel kell venni holnap, kora reggel. Szóval azt kéri, hogy repüljek vissza ma este. Akkor menned kell. Mi? Nem. Én nem lépek le innen. A szertartás volt a fontos. Amin itt voltál, és te vezettél ki. Ez az egész hét tökéletes volt. És megdolgoztál ezért. Tudom, de én... Muszáj menned. Biztosan. Persze. De nézd, nem tudom, hogy van-e még komp. Szerencséje van, a következő 7 perc múlva indul. Nem, túl korai, majd megyek a következővel, bármikor megy. Nem lesz több komp. Miért ilyen ritkák itt a kompok? Ne kérdezz semmit, csak menj. Igen. Jake, te nem csak producer vagy többé. Van egy Colby és kézdal, ezen a lemezen. Pontosan, ezért kell maradnom és közölnöm Megivel a hírt. Nincs rá idő. Majd én közlöm. Csak menj. Oké, jól van, rendben. Jól van. Köszi. Megint nem lesz ideges. Meg fogja érteni. Köszi. Én drukkolok! Várjon! Van egy... Tessék, veszek egy jegyet. Köszönöm. Jól van. Pár kép az új házasokról. Akartok? Maggie, Ashleynek bejött a dal. Komolyan? Igen, és felveszi a lemezére. Ez óriási! Hol van Jake? A szoros menetrend miatt holnap fel kell vennie, így ma este elmegy. Várj, mi? Nagyon szerette volna ő közölni veled, de indult a kompja, minden olyan zűrös volt is. Ez írtó izgalmas. A világ hallani fog végre egy Colby és kézdal. Ez azt jelenti, hogy Jake megy a turnéra. Igen. Na jó. Nagyon sajnálom, Maggie. Nem, tudod, hiszen ez alapjában jó hír, tényleg. És ez nagyszerű, a dalunk rajta lesz egy sikerlemezen, és ti ketten meg egybe keltetek így. Most ezt kell ünnepelni, és fotókat csinálni. Jó lenne, ha szólnátok a nász népnek addig. Lemegyek a tóhoz, és felkészülök. Minden oké? Igen. Thank you.
You are worth fighting for. You are worth fighting for. You are worth fighting. Jól van, ez a vége. Mindenki mehet szórakozni. A tanú legfőbb dolga a lakodalmon, hogy etetni kell az arát, és elkapni a csokrot. Tudod, Maggie, megbeszélhetjük, hogy a zenekar játszom mindent az első tánchoz. Hát persze, Jake nincs itt, hogy énekeljen velem. Azért még nem dől össze a világ. Igen, nagyon. Kérem, vigye azt oda. Köszönöm. Sasha, amint kész vannak a képek, megmutatom a párnak. Elintézem. Nem kell, megoldom. Evelyn, szeretném én megmutatni. Te csodás vagy abban, amit csinálsz. De egy napon át kell adnod a gyeplőt valaki másnak. És szeretném, ha én lennék az. Csak ugyan? Én már 3 éve figyellek, és közben végig tanultam tőled. Tudom, hogy képes vagyok rá, és tudom, hogy büszkévé tudlak tenni. És az az igazság, hogy kaptam egy másik ajánlatot. De szeretem a szigetet. És valóban remélem, hogy okot adsz rá, hogy elutasítsam. Egy másik állás ajánlat? Pontosan. Nos, ez esetben... Biztos? Kezdetnek kinevezünk társnak? Nem fogok nyugdíjba menni. Ó, persze. Nem ám. Felfogtam. Na, akkor fel kell menned. Hallom, hogy Jake elutazott. Igen, dolga volt. Nézd, tudom, hogy te már felnőtt nő vagy, aki képes saját döntéseket hozni. De nekem a kis Maggie leszel. És az a dolgom, hogy vigyázzak rád. Kösz, Nagyi. És épp eleget voltál itt. Miről beszélsz? Mielőtt idejöttél, megbántottak. Azért adtam neked munkát, hogy meggyógyulj. Jaj, félre ne érts, te első rangú fényképész vagy, de amikor zenélsz, a tűz mellett lerít rólad, hogy ez az, amire születtél. Nos, ha nekem nem hiszel, higgy a ténynek, hogy megírtál egy dalt egy nap alatt, és Ashley Z annyira szerette, hogy az lesz az új lemezes slágere. A világnak látnia kell, hogy milyen tehetséges vagy. Nos, én nem foglak úgy itt hagyni, mintha itt se lettem volna. Dehogy. Már van egy társam. Szóval visszatérhetek ahhoz, amiben a legkiválóbb vagyok, a fotózáshoz. Nagyi, te kirúgsz engem? Csak kilöklek a fészekből. Itt az idő, hogy repülj. Köszönöm. Na, a Nagyi kéri a gépedet. Neked egy dallal van dolgod. Oké. Nagyon köszönöm. Jó napot kívánok mindenkinek! Itt az idő, hogy köszöntsék életükben először férként és feleségként Kyle és Jennifer Robertsont! És aki az első tánchoz dalol, az Maggie Kiss. Gyönyörűek! Kyle és Jennifer valami különlegeset választottak az első táncukhoz. Amit én írtam, és Jake. Jennifer és Kyle, szeretünk. I look at you, walking my way. I'm weak in the knees, like I just met you today. One knowing.
place I go to confide. I belong in your arms, where the music gets stronger and right. We belong to this world, two parts together always unite. Let's never divide and get better with time. És most táncoljunk együtt a friss házasokkal. Jake, hogy kerülsz ide? Nos, ez egy duett, nem? Hát, az, de... Megígértem. Nincs változás. Így van, megígértettem veled. Látod? Figyeltem. I belong in your arms, where the music gets stronger and right. We belong to this world, two parts together always unite. Let's never divide and get better with time. Éljen az újdonsült házaspár! Hihetetlen, hogy visszajöttél. Maggie, amint a komp elindult, tudtam, hogy óriási hibát követek el. Rájöttem, hogy a producerség nem tesz boldoggá, ami boldoggá tesz, az a közös éneklés. Engem is, Jake. Nem is tudtam mennyire, amíg el nem mentél. De mi lesz a dallal, a turnéval, a párizsi olimpia színpadával? Az olimpiában fellépek előtte. Veled. Mi? Ashley meghívta a Colby és Kayst. És mit mondtál rá? Hogy valakivel meg kell beszélnem. Szóval mit mondasz? Megint zenekart veszünk? Azt hiszem, ideje egy újabb turnénak.